Szavaztok srácok, üdv a csatornán, Keeper Papi jelentkezik a következő résszel. Ez a V8-es, ez mindig meglepően nagyon jó. Egyébként amint látjátok, nem veszett el a teljesen a mentésünk az előző crash-kor, hanem gyakorlatilag itt van a motorunk, és még valamennyi pénzt is kerestünk. És ki is mernénk egyből versenyezni, azon gondolkoztam, de nem tudom, hogy kimenjünk el. Ja, kimehetnénk versenyezni egyet. Vagy pedig pörgessünk bele az időbe, vagy pedig dolgozhatnánk egy kocsi, a kocsin is. Igazából 9273-ért már meg tudnám normálisan csinálni. Mondjuk úgy, hogy akkor a felnikkel kellene kezdeni, kerekekkel kellene kezdeni, hogy legyen valami menet stabilitása az egésznek. Ja, hát a lengés csillapítókat is kéne cserélni, nem tudom. Úgyhogy azt se hanyagolhatom el. Viszont, na, gyere le, te felni, na. Na végre megtörtént, jó. Igen, a lengés csillapítókat se hanyagolhatom el, de most egyelőre a felniket cserélnem. Viszont arra gondoltam, hogy ne legyen nagyon otromba az egész. Úgy kéne megcsinálnom, hogy ugye ez egy 16-os felnik. Milyen gumival vannak szerelve? 45-ös, R16 ugye 2.15-45-össel, hogy ugye ne nagyon érjen bele a kaszniba a kerék. Úgyhogy megpróbálunk úgy gondolkozni. Nézzük a stock rimeket. Jó. Gyakorlatilag ugye minden jó rá, akkor 16-os volt ugye. 17-eset tudnánk venni. A 17-esből kéne megvenni a legszélesebbet gyakorlatilag. Ez 9-es, igazából akkor most csak azt nézzük, hogy valami jó széles legyen. Aztán 9-2, 9-5, 9-9, ez mind 9-es, 8-5, 8-as, 11, jó, az 21-es felni, ojj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 . Igen, ne legyen nagy átmérőjű felni, nekem nem kell. 21-es felni, 17-es, 10-17-es, ez egész jó. LT-30-as, ez egész kellemes. Ez jó lenne, ez a hányadik oldalon van? A 9. oldalon, jó, nézd, ezt megjegyezzük. Vannak ezek is egész kellemesek. Minusz 70-es, ó. Szerintem olyan túl nagy se lenne jó. Tizenkettes, de az 21-es, úgyhogy az nem jó. 9-es. Ezek 21-esek nem kellenek, 17-es, 8 feles, nem kell. 17-es, 10-es feles. Ez egész kis baba lenne. 19-es, 19-es. Ja, ez egész jó lenne, nem? 10-es feles, 17-esbe. Ebből vegyünk 4-et. És akkor vegyünk rá gumit. Márjatok? Ha én ezt felszerelem, akkor nem írja, hogy milyen gumi kell rá? Nem azt akartam. Na. És akkor erre kellene nekem gumit majd vennem. A 10-es feles, legalább a 2.45-ös. Gumi kell szerintem körülbelül. Igazából mindennél ott a jel. 17-es ugye, R17-es kell. R16-os. R17-es. 2.35-45, na ez szerintem ez lesz rá jó. 2.35-45, azt megnézzük majd. És megnézem, nincs a másik. Jó, az lesz az, gyerekek. 2.65-45. Az is jó, meg tűnik. De várjunk. Ez
235-45, szerintem ez. Megnézzük, 235-45-ös felmegy arra felnére. Mi? Jó, ne, 16, ne várja. Ez az. Jó, ez megy fölre. Ha nem kicsi, de azért annyira nem vészes talán. Ó, nem a francot, nem gyerekek, ez nagyon nagy. Nagyon nagy. Mindegy, annyira nem vészes talán. Jó, akkor ilyen kell ugye. 235-45. Az a baj, hogy még peresebb kéne. 235-45. Megnézzük, nincs-e peresebb. Menjünk, megnézzük a 17-eseket, 18, 15, 19, 17. Ilyet vettem, ugye? Hát... nem túl jó. Nincs peresebb, ami 35-ös például. Nem örülünk. Na mindegy, akkor olyat veszünk. Ez volt az, ugye? Jó, ez lesz. Ezt felszórjuk, igazából nem olyan sokat buktunk. Egy-két, ha... hát, gyerekek, elfér, nézd ma. Azt hittem nem fér el, de elfér. Pont elfér, ezek pont elférnek még. Jó, oké. Ezeket meg akkor adhatom el a francba. És akkor belpörgetünk kicsit az időbe, aztán megyünk akkor versenyezni. Oké, éjfél van, mehetünk ki, gyerekek, jó! Egy-két versenyt meg kéne nyerni, azt akkor valami lesz. Hú, lehet, hogy kellett volna menteni egyet. Visszamegyek a garázsba, mentek egyet. Ha megint kikressel, akkor izé van. Probléma van. Na, save. Oké. Elég fapados egyébként az a játék. Oké. Ja. Épp elfér, gyerekek. Pont elfér, mert még van ott út. Nem tudod. Épp hogy. Hát igen. Jó ez. Ne kelljen nyomnunk, kellene pénzt keresni. Az a baj, a Ventót megépítési, ez nagyon sok lóvé kell, gyerekek. Nagyon megy. És még jobban húz. Nagyon durva. Jézusom! Majd meghaltunk. Oké. Jó, akkor jöhet a 15-dik, és akkor ugye végig kéne verni az összeset. Talán nem is crash-el ki, és minden jól működik majd. Na hát, szerintem nem lesz nehéz. És akkor megcsináljuk ezt a gépet. Hát lehet, hogy kicsit ültetni is kéne rajt. Ja, a lengés csillapítókat is cserélünk. Igen. Mennyire nem is kéne belehúznom. Lazán megverem őket, ugye? Okay, ezer. Ja, a gumik után, vagy a fernik után majd lengés csillapítót is veszünk. Meg egy kipufogó rendszer lehet, hogy kéne alá. Szóval nem összetörtem. Jött a 13. Szuper Dodgy. Amiket már megvettem ezelőtt szerintem.
Na mindegy, hogyha minden egyet megverem, akkor legalább 10-pár ezer dolcsit összeszedek, és az használom egy kifufogó rendszerre, jó lenne. El a pénz lóvére, gyerekek! Csak nekem nagyon jön. A V8-as. Nagyobb megy ezzel a kaszmival. Ez jó meg, hogy meghackeltem ezt a dolgot, hogy mindenbe rakhatok V8-at, meg akármi. Ugye ezután még ezen kívül még ugye van V16-os is. Ezért kéne megcsinálni, Ventót kéne megcsinálni V16-ra. Ezt már nem bantani, mert ez már nagyon durva amúgy is. Duel Ninja. Ja, egy kipufogó rendszer terveszek erre. Vagy pedig most elkezdünk gyűjteni Ventóra. Ez egy jó, hát végül is ez egy tök jó. Szerintem egy Ventóra el kéne kezdeni. Visszaszedni a lóvét. Nem engedte irányítani. Nem tört nagyon meg. Szerintem nem. Futómű nem sérült meg, az jó. Teljesen jól működik. Nagyon durva. Tizenegyedik? Hát jaj, összeszedünk egy kis lóvét. Azt hiszem 15 ezerbe kerül csak a Kasznia Ventura. Nem olyan olcsó lesz. Régen én nagyon régen, vagy 10 évvel ezelőtt játszottam azzal a játékkal, amikor még ugye legelőször kiadták, még egy ilyen nagyon kezdetleges verzióban. Ott úgy volt, hogy lehetett úgy is versenyezni, hogy elnyerhetted a másiknak a vert. Az úgy sokkal izgalmasabb volt. Mindig elmennek ezen a mellékúton. Annak köszönhetően, hogy első kerekes, könnyen irányítható ugye. Nem tolja a seggét, nem pördül meg. Tizedik. Lehet, hogy bemegyek majd valamikor garázsba, hogy nehogy elveszem a mentés. Azt figyelitek, hogy a kaszniba menne a váltóm? Ott a lábamnál? Akkor a váltóban, hogy ott... A középboxnál. Hát így gázfröccsön meg lehet nyerni. Mindig elmennek ezen a kis mellékúton. Most is az megy a csávó ott. Lehet, hogy nem kellett volna egy ilyen portgépet csinálnom kapásból. Valóban levegőben volt a kerék? Bal oldalt. Jó, 9-et megverjük. Bemegy a garázsba egyet menteni, hogy kifagyjon. Szerintem az a B betű a... Ez lehet a kompresszor nyomás. Ugye nem turbó nyomás, hanem kompresszor. Csávó, neki durrantod valaminek, oda né. Jó, menjünk be garázsba egy-egy gyorsan. Ez mennyi pénzünk van? 14 ezer, nagyon jó gyerekek, nagyon jó haladunk. Sőt, még ebből ugye nitrót is rakhatnék. Valaki írta, hogy rakjak be a turbót. Hát nem rakhatok turbót, ha van kompresszor, basszus.
Ugye, háromfajta variáció van igazából. Vagy pedig egy motor ugye lehet szívó. Szívó motornak nevezik, amikor ugye sima légszűrő van, nincsen semmilyen rendszer, ami gyakorlatilag sűríti a levegőt. Ugye lehet turbó, meg lehet kompresszor. Úgyhogy a kettő az együtt, nem hiszem, nem tudom, kompresszoros turbos motor. Nem hinném, hogy lehet a kompresszorra turbót építeni még. Jó, akkor... harcoljon. Nem biztos, hogy ugyanod van most a verseny ilyenkor, ugye? Ő, gyerekek! Kell egy jó hangos csillapító, nagyon tapad a verde. Van a verseny. Nagyon tapadnak ezek a gumik. Kanyarnál olyan szépen föl kell borulni. Nem csúszik meg, hanem betapad. Jöttem, fiúk, lányok. Nem ezt akartam, hanem versenyezni akartam. Honda. Kíváncsi vagyok, ha lenyomok mindenkit, mi lesz? Bazzom, mindig úgy félek, hogy nekem jön, hát az majdnem nekem jött a hülye. Bement a kárbe oda. Nekiállhatnánk ki... Gyerekek, nekiállhatnám építeni a Ventót. Az egész motorblokkot, meg az egész futóművet leszedném, és átraknám arra, nem? Lehet, hogy kompatibilis vele. Gyerekek, az kéne, nem? Hogy meghagyjuk ezt az igavonót, és akkor úgy építsük a Ventót. Hetedik. Ó, lekresett a hetediknél. Na gyerekek, és most erre fölkészültem. Megyünk még egyszer. Nem adjuk fel. Nem állítom meg a videót. A hetediknél kreselt. Az ott is nem a hetediknél kreselt? Le nézzük meg vissza most. Egyben megyünk be, aztán valami csak lesz. Nem értem egyébként. Mi a szarért csinálta ezt? Nem vagyok boldog. Még jó, hogy mentettünk. Oké. Megyünk ki. Ha hetediknek kressel mindig, akkor... Egyébként nagyon instabil az a játék. Modulása is eszméletlen szívás. Ajaj. Mázim ma nem nagyon sérült, de szerintem nem is sérült, jó. Ezt rohadt. Jó voltam. Tizedik. Érdekes, tizediknél voltunk. Na akkor hetedik előtt visszamegyünk, aztán megnézzük. Mindig. Ezt a pályát szeretem legjobban. Jó. Ja. Az ötöt is neki mennem. A hetedik előtt akkor visszamegyünk. Az jönne.
8. Jó. És akkor meg utána nyomunk egy mentést, hogy tényleg akkor kessel le, mert az érdekes lesz akkor. Még nitrót is rakhatnék. Még nincs. Oké. Okay. Az megint fölcsavarodott. Hopp, hopp, hopp. Nekem jött a hülye. Aj, majdnem nekem jött. Még a 7. jön, de lehet, hogy ilyen passzoltuk. Jó, jó. 7. jó. Gyerekek, vissza. Nem is nyomtam rá, hogy... A 7. ki kell hagyni. Egyébként nem nyomtam rá, hogy a 7. akarom. Mindegy. Hát felidegesít, átpakolunk Ventóba. Megépítjük a Ventónkat. Mit szóltok? Ezt adáljuk, eladjuk a kasznénkat. Megnézzük gyerekek, hogy ez hogy működne. Az egész blokkot kikapjuk. Mennyiben jött ér ez a blokk? 18 000-et? Úristen! 18 000-et ér a blokkunk. Na! Igazából a kasztén kívül mindent le kéne szörőni. Mindent. Adom mindent. Külön lehet rugót, passzus. Én nem szedi le? Végre. Miért rajt vagyok. Ide is, hogy mi az. Isten nem akarja leszedni. Ott írja, hogy rajt, rá vagyok állva. Írja feljöttet, és nem akarja leszedni, hallod. Szedd ma le! Na végre, ja ez is, először ezt kellett, vagy mi nem tetszett neki? Na már valami legyen. Jó, végre, oké, és akkor előleg most már. Az üléset kiveszem, a pedált kiveszem, a kormányt kiveszem, és akkor nincs más, csak a kaszni, ugye? És akkor ezt meg el tudnám adni. Zárva van. Oké, ezt meg eladjuk gyerekek, és átszerelünk Ventóra, megpróbáljuk. Elvileg el van mentve, vissza tudom tölteni, hogyha valami gond van. Ilyen járművek vannak, 2000-ért elmegy, persze. Jó. Oké. Okay. És akkor veszünk egy Ventó kasznit, és abba, arra felszereljük ezeket a dolgokat. Meg a shopba. Oké, okay. És akkor Ventó. Egybe került 10 000-be, nem is olyan veszélyes. Jó, és akkor maradt 6 000, viszont akkor már... Ó, te fiú! Na, ez már jó. Ezt eltüntetem, és akkor így... Visszamenőleg visszaszórok mindent. Hogy... Oké,
Azt nem akarja a fékcsövet, miért? Mert még nincs benne fék. Mindig nem akarja. Két fékcsövet nem akarja fölrakni. Egyébként minden fölrakott. Majdnem. Ülés se akarja, kormány se akarja. Gyerekek, a kipufogórendszert ezt elfelejtettem, vagy mi, várja? Aha. És az aksit is elfelejtettem, én hülye. Na jó, ma mindegy. Kell egy aksi. És kell egy kipufogórendszer, és kellenek fékcsövek, úgy néz ki, mert ezek nem nagyon akarnak belemenni. Szerintem ezt el is nyomom. Engine. V8. Ez nem kell. Kipufogó rendszer. Ez se itt van. Ez lehet, hogy akkor külön van. Interiőr. Kormány. És nem értem, hogy miért nem akartak akkor belerakni. Melyik a legolcsóbb? Hogy mi? Van benne kormány? Pedál, automata pedál mindenképp kell. De nem is írja, hogy jó. Na mindegy, várjatok. Nézzük meg még egyszer ezt Ventot. Valami nem stimmel van. Ja, benne van a kormány, aha. Ja, mégis vannak benne pedálok. Érdekes. Gyárilag. Aha, jó van. Akkor annyi, hogy ülés az viszont kell. Meg ugye fékcsövek. Nézzük, mi megy bele. Ez tetszik. Feketébe. Oké. Okay. Te hülye, hova rakod? Nem jó, erre rakja. Móre. Ne szórakozzál velem, bármi, veszek még egyet. Mi az? Ez valami bugos? Ne szórakozz, ne szórakozz. Nézzük a legolcsóbbat. Jó, ez jó helyre rakja. Jó van, oké. Okay. Húrja, jó, jó, akkor ezt meg eladom. Ez van. Oké. Okay. Elindul? Nincs benne batteria, nincs benne aksi. Aksi is kéne. Fú, micsoda keregek vannak alatt a lol. Na, egy aksit akkor dobjunk. Azt hiszem, itt van. Aha. Vajon? 55, jó. Amper óra, nem tudom mit számít, de hát, hogyha valamit ad hozzá. Oké. Okay. Gyerekek, kipufogóni... Baze! Nézzenek az órái. Jó van, gyerekek. Kipufogó rendszer nélkül. Aminek az? Szerintem ez teljesen jó. Oké. Okay. És akkor folyamatosan tudom menni hozzá az alkató részeket, ugye? Jó, és akkor nyomok egy mentést is. Átalakítottuk a Golfot Ventóval. Szuper. Save. Oké. Okay. És akkor mehetünk vissza, és akkor megyünk versenyezni ám. jó ez. Kicsit nagyok ezek a kerekek, kicsit meg kéne ültetni, egy csomó minden kellene. Mondjuk itt legalább elférnek. Hú, nagyon jó. Bepörgetünk az idővel, legyen egy...
Éjfél, azt hadd szóljon, kipróbáljuk a Ventót. Ennek megnézzük a belső nézetét is, ugye ez modolt jármű és elég jól nézhet ki. Sajnos az ülés elfoglalja, pedig van műszerfalunk meg minden. Mindegy. Júj. Jó, nem sérültünk. Azt a betyár. Ez nagyon veszélyes. Jó. Ott egy rendőrautó, lol. Megyünk a másik irányba. Ez is első kerék? Elvileg ennek kell lennie. És ezt ki tudja, hogy csináltak meg a modellek. Megnézem. Megnézem első. Jó. Oké, srácok, 10. hely, igen, 7. helynél fagytunk ki, ugye, nem tudom miért. Kis V8-os pentónkkal. Csapathatjuk. Ja, nem jó, eljönül a csalva, hogy miért van. Jól lassítsunk. Ezt a betyel. Ettől féltem egész végig, hogy biztos egyszer ez lesz majd, bazdmeg, hogy nekem durran. Zsírulj kaszni, 11 izé van benne. Tudom én kilométer vagy mi az, hogy még annyi se. Jó, hál' Isten, csak a kasznit beformálódott. Majd mehet tulajdonságok nem változtak, jó? Mindegy. Hogy rohadjon meg. Azt a begyar. Jó. Áj, de nem örülök. Mennyibe kerül egy komplet javítás? 1100, jó? Kikalapáltatom a kasznit. Ó, a franc egyen meg, baze. Nagyon-nagyon-nagyon billegős. Nagyon kell a jó futamjára. Franc, ugye meg. Ez nagyon borulékony. Nem túl jobb, vagy ez egy golf, az jobb volt. Jöttem versenyezni. Te hetedik, tizediket, nyolcadiket megcsináljuk, hetediket még megpróbálom átugrani. Úgy néz ki, ott azon crash-el. Fickó meg nem jó ajánlő. Megpróbálnám máshova menni a végén, mert nem, talán nehogy nekem jöjjön. Ide kiállok oldalra. Oj, bazzik! Valahogy így nekem jön vége a bulinak. Gyerünk! Oké, aztán egyből kiválasztjuk akkor a 8. Jó, gyerekek!
Hát vissza is megyek, a garázsba mentek egyet. Hogy vegyünk kaszni elemeket Ventóra? Még én ugyanoda megyek, hogy nehogy valami történjen. Karambol. Ja, jó, hogy kihúzódok. Megyünk garázsba, gyerekek. Ezt kicsit fölcicomázzuk. Mennyi pénzünk van? Igazából $1000 kell meghagyni. 8000, jó, megnézzük, mennyi bekerülnek a kaszni elemek. Buddy? Ez mi a Stock Buddy partner lesz, vajon? Ez mi ez? Wow, itt vannak az a cuccok, gyerekek. Mi ez? Aha. Nem olcsók. Gyerekek, az enyémet kell megcsinálni, nem? Hú, van itt minden hozzá, de ez nem olcsó, nem olcsó mulatság. Igazából összetöröm, akkor még azt is fizethetem. Festető front. Ja, egyelőre még lehet, hogy... Hú! Amerikai verziós is van. Ó, vannak izeik is, ívek! Ami ugye az enyém, mert rajt van. Te jó! Meg veszek egy ilyet. Nagyon sok cucc van hozzá. Igen, nekem ezek fönn vannak. LOL. Ezt leveszem. Ja, az nagyon komoly. Még nyerni kéne verseny. Na, akkor mentek egyet. Most jön a hetedik, ugye aztán akkor kiderül, hogy megint kereselünk-e. Egyébként ezt nem tudom állítani, hogy hol legyen ez a hülye ülés. Nem vagyok boldog, hogy szar helyen van. Mentsünk egyet, jó? És akkor most jön a hetedik, megpróbáljuk átlépni, hogy a hatodik legyen. Hát... kár, hogy ilyen bagos crash-elget. Jaj, normális felnék, amely kellene alá, hogy ami el is fér. Meg valami jó peremeset akarok, és ugyanúgy felmatricázni ugye ugyanazzal a felirattal. Jó, menjünk ki a városba. Hány literes ez a motor, basszus? Na, töltődj be. Mi a franc? Hú, gyerekek, nem egyszerű az élet, mi? Mi hogy mentettünk? Na most akkor mit csináljunk ezzel? Kimész a városba, már akkor is keresel, mi a szarért csinálja ezt az egészet. Baromira idegesítő, nem? Hány óra? 4 óra, hajnal van beköpörgetni. De majd a jó pont itt tövés. Lassan. Csomó fajta alkatrészt lehet hozzávenni, csak jó ura.
Menjen a hatodik. Túl leszünk akkor rajt. Ezt megverjük az elsőt, nem tudom akkor mi lesz. Hú, ez egy ilyen, nem is tudom mi az. Supra utánzott. Egy valami Eclipse. Megkentem. Ez a gyerekek. Ez nagyon durva. Nagyon visszacsavadázunk, megnézzük. Ha lenyomom az elsőt, és akkor ki lesz? Megint. Mint újra kezdődik. És ez már nagyon érdekel. Vince Polanski. Hú, ez ilyen izében, ilyen Camaro-szerű. Muscle car. Ezt is lenyomjuk. Van, azt nehezebben hagytam le. Hú, de parázok mindig, hogy nekem ilyen. Végül akkor a harmadik, második, első van vissza. Gyorsan meg kell csinálnom. Visszatölt a Werder Keeper. Még 18.000-be fáj a motor, ha összetöröm. Mettünk a izére is végig. Ezeket már ugye megnyomom. Megnyomom. És akkor ugye keresünk pénzt. Jó, az 5., 4., 3., 2., 1. helyezet. És akkor 5000-re többet tudok keresni. Kicsit nagyok ezek a Ferrari konzola a gép alatt. Le is kéne tenni egy picit Verdát. Túl magas. Azt hittem nekem ilyen ez már megint. Nem értem, miért a 7. Ugye, hogyha azt akartam hívni, akkor kép kikressel, de miért? Gyerekek, 4. megrugott, az vágtad? Figyeljétek majd, amikor gyorsul is vált. Harmadik, második. Figyeljétek majd. Hú, micsoda gépek, oda néz. Mondom, hogy hányos. 1, 2, 3, 4. És még rugott. Jó, ezt is lenyomtuk. Meg lesz az összes. Szerintem akkor annyi pénzem lesz, hogy fel tudjam fejleszteni Ventót. Úgy, ahogy akarom. Gyakorlatilag úgy, ahogy kinéz az enyém. Ez a sebessége ezek nem a játékban, hallod? Parásos. Elvileg van a második és az első. Megnyomjuk az elsőt, vagy másodikat is. Na miért ne? És akkor az elsőt is, és akkor nagyon királyok leszünk. Hú, ez jól van csinálva a gép. Szépek azok a felnék. Nehogy ma... azt a begyár! Hoppa, hoppa! Hoppa, hoppa! Hoppa, megrogyott a motor, minden hallod?
Aha, kitört a kerekem. Jó, nem olyan nagy gond. Ó, a motor az nagyon megsivalsodott, remélem, hogy nem lesz sok a javítás. Megrogyott a motor hátrafele, na várjátok gyerekek, mennyi az annyi? 2400 nem veszélyes, 13-on van és megyünk is ki instant. Jaj, ne 7 óra! Jó, belepörgetünk. Baze, neki csattantunk. Jó, nem baj. Jó, hogy nem volt nagyobb baj. Ugye kirepül a motor, akkor elveszik. Mármint, hogy kiszakadhatnak alkatrészek, a kiszakadt alkatrészek, azokat buktad. És akkor most elvileg az első van? Jaj, harmadik. De figyelj, izé a második az majdnem lenyomott minket még így is. V8-assal. Pedig jók a gumik, minden. Júj. Ez úgy viselkedett, mint a hátsó kerekes lenne. Te mit húzogatod a kormány? Mi van? Nem a! Basszus. Nagyon beszélyes. Nagyon veszélyes. Nem tört nálam semmi, a sávó tört ki őszlopat. Szerencsére fogtunk egy patkát, nem tört ki a kerekünk. Az a baj, itt már nyomnom kell neki. Nem tökörészek. Oh. Jó, nincs több ellenfél. Menjünk hazám. Tegonázsom. És mi az, hogy mi az a piros jel, meg a másik? Oké, okay, jó. Menjünk be garázsba, jó van, gyerekek? Meg kell menni rá az alkatrészeket is lassan, nem? Hogy azért jól nézzünk ki. Vagy bátya, ez nem volt egyszerű. Mi ez a koszos szín? Vagy mi ez? Nem tudom. Jó. Megyünk hozzá. Na jó, fú, basszus, nagyon hosszú lesz ez a videó. Következő részben akkor veszek hozzá alkatrészeket. Megpróbálom olyanra megcsinálni, mint az enyém pontosan. Igen. Na, tényleg, köszi, jók legyetek. Csumi cső.